Itt a Leadership Podcaston a jövő vezetőinek titkait tárjuk fel. Tapasztalt és sokat látott vezetőkkel, az emberi csúcs teljesítmény összetevőit fáradhatatlanul kutató szakemberekkel, innovátorokkal és biohackerekkel beszélgetünk annak érdekében, hogy megértsük a tartós csúcs teljesítmény receptjét és segítsük a hallgatóinkat legvadabb célkitűzéseinek elérésében. A Leadership Podcast házigazdája Porkoláb Imre, az MCC vezetőképző akadémiájának igazgatója. Üdvözlünk mindenkit a Leadership Podcast újabb adásában, és egy különleges vendéggel tudok ma beszélgetni. Mészáros Dávidról van szó, akit én úgy mutathatnék be, mint egy fenntarthatóság vállalkozót, talán a Smartcast nevű agrártech startupnak az alapító ügyvezetője. De hogyan apostrofálnád magad, Dávid? Szia, köszönöm a meghívást. Hát valószínűleg így, pontosan. Mindig ugye az energiagazdálkodásra, vízgazdálkodásra megyünk rá, és ezzel kapcsolatban ugye ezt próbáljuk valahogy átültetni az agráriumba, a mezőgazdaságba, de szerintem a te leírásod a legakkurátusabb ilyen tekintetben. Ugye a cég az Hollandiában működik, te az ELTE-n tanultál. Néhány szóban ugye a miből lesz a cserebogár apostrofja, tehát hogy honnan indultál, és hogy kötöttél ki itt, el tudnád mondani? Igen, most már így visszatekintően a jog egyébként jól jött, tehát üzletet vezetni, meg ugye sok szerződést átnézni, de ugye egy startupot, főleg egy technológia, agrár, ag-tech startupot elindítani, ahhoz azért nem egy konvencionális tanulmányi út. Igen, tanultam az ELTE-n is, tanultam Bécsben, Salzburgban, Leidenben, Angliában, Oroszországban, tehát bejártam a világot, tanulva, dolgozva is. Eredetileg technológia jogász szerettem volna lenni, mert már fiatal korom óta érdekel a kódolás, programozás, mesterséges intelligencia, illetve van egy PhD-m mesterséges intelligenciából is, illetve én vagyok az, aki írja magát a kódot a Smartcasthoz. Ezek hogy jöttek? Tehát, hogy látszik, hogy az életen áttartó tanulás elkötelezett híve vagy, de nem feltétlenül csak az iskolapad, hanem mindenféle területek érdekelnek. Tehát, hogy mindig is ilyen kíváncsi kisrác voltál, és szétszettél mindent, és ezt tanultad később, és átvitted más területekre is, vagy ez hogy történt? Nagyon, nagyon beleléptél a közepébe, tehát pontosan rámutattál erre. Tehát kiskoromban is, mikor voltak ezek a rádió irányított kis autók, azokat is vették nekem a szüleim, és az volt a probléma, hogy első nap azonnal szétszettem őket, és utána próbáltam összerakni, aztán kisebb-nagyobb sikerrel ez vagy sikerült, vagy nem. Mikor megkaptam az első számítógépemet, azonnal szétszettem, kíváncsi voltam rá, hogy a processzor az hogy működik, hogyan nem. Aztán nagyapámnak kellett kiegyenlítgetni a processzornak a lábait, hogy az utána újra működjön. Aztán ugye az évekkel jött a tudás meg a tapasztalat is, és pontosan, ahogy mondok, jó pap holtig tanult, tehát én folyamatosan tanulok, képzem magam, és nem feltétlenül az egyetemeken, nem feltétlenül kutatás közben. Most is vendégprofesszor és kutató vagyok az Amsterdami Szabad Egyetemen, viszont mindig szabadidőmben Python, JavaScript-et folyamatosan képzem magam, olvasom az új technológiákat, és hát természetesen a foodtechből meg az agtechből naprakész tudásom van. Elon Muskra mondják, hogy first principles, és vissza kell menni az alapokhoz. Te is így gondolod, hogy érdemes, ha már ugye szétszedünk mindent atomjaira, és megpróbáljuk megérteni, hogy mitől működik, megkérdőjelezni mindent, és újra összeszerelni? Abszolút, és szerintem ez járult hozzá nagy részben a Smartcast sikeréhez is, hogy mi nem azt a 70-80-100 éves holland agrárium históriát hajtjuk, amit mondjuk ez a több generációs holland farmoló családok, hanem egy teljesen friss perspektívát. Például vannak nálam olyan agrártechnikusok, akiknek semmilyen agronómiai képzése nincsen, hanem például a Google-től jött sysadminként, és annyira jól átlátja ezeket a struktúrákat, hogy folyamatosan meglepi a képzés PhD-s agronómokat. Ez nagyon jó. Egy kicsit beszélgessünk akkor a Smartcastról. Ugye a Smartcast ötletnek a lényege, hogy még zöldebb gazdálkodással foglalkozzon. Zöld, megújuló okos házakat, beltéri farmokat terveztek, hoztok létre. Tudnál egy kicsit bővebben beszélni arról, hogy mivel is foglalkoztok tulajdonképpen? Persze. Ez ilyen négy piláron alapul. Az első az az energia és a fény, a második a víz, a harmadik a széndioxid, a negyedik a mesterséges intelligencia. Tehát úgy szoktam mondani, hogy az első három az a hardware, és akkor a negyedik az pedig az agya neki, ami az egészet kontrollálja. És akkor attól függetlenül, hogy milyen országban vagyunk, lehet egy magasabb technikai szofisztikáltságú szintje ennek a technológiának, vagy egy alacsonyabb. Tehát például Amsterdamban épül most egy 6000 négyzetméteren a világ legnagyobb teljesen automatizált farmja, és ez a Smartcast farmja lesz, és főhadiszállása,
De például említettem tegnap a vezetőképző előadáson, hogy Indiába is megyünk, oda viszont egy manuális, egy ilyen low-tech solution-nel fogunk majd bemenni, hogy az emberek maguk tudjanak farmolni. Tehát igazából mindig igazodunk az adott országhoz, az adott gazdasághoz, éghajlathoz, de ez a négy pilár, ez mindig megvan, és ezek mindig teljesen automatizáltan működnek. Volt egy olyan áttörés a cég életében, amikor láttad, hogy a világ hírnév felé, én azt hiszem, hogy ezek nem abszolút a ti esetetekben alkalmazható szavak, elindultatok? Tehát, hogy egy ilyen berobbanás a piacon, és hogyha ezt meg tudod fogni, akkor mi volt? Ez egy technológiai fejlesztés volt, egy bizonyos piacra való betörés, vagy hol volt ez a pillanat? Hát mikor elkészültek az első demo farmok, akkor az nagyon így megbusztolta a hírnevünket, de ott még nem beszéltem volna még csak holland hírnévről sem, nemhogy világhírnévről. Aztán így 2020 vége fele, mikor elkezdtünk aktívan kampányolni egy kicsit social médián, meg marketingen, meg press release-ek, stb., akkor elkezdtek ránk felfigyelni, de szerintem az abszolút áttörést és bombasztikus sikereket az két dolog okozta, az egyik az a Forbes-os sztori, a másik az pedig a Frankfurt Stock Exchange, a zöld kötvényünk, az a 25 milliós, amivel kijöttünk. Tehát valljuk be őszintén, hogy szemtelenül fiatalon érted el ezeket a sikereket. Ugye a Forbes magazinban ugye a 30 under 30 listára az amerikaiban felkerültél. Ezt hogyan élted meg? Azért nagyon sokaknak a fejébe szállna ilyenkor a dicsőség. Volt valami tanácsadód, mint annak idején Cézárnak, aki mondta, hogy nem vagy Isten, vagy ezt hogyan élted meg azt, hogy most hirtelen mindenki veled akar találkozni, és nem te akarsz mindenkivel? Hát igen, ez nagyon fura volt elsősorban, de nekem a legnagyobb értékebb az egészben ez a validáció. Tehát én egész életemben hát hülyére dolgoztam és tanultam magamat, csúnyán mondva, és mindig... Tehát igazából a család nagyon nem értette meg, hogy mit akarok csinálni, mert más háttérből jönnek. Barátaim inkább játszani mentek, meg sörözni, meg mit tudom én mi. Én meg folyamatosan ugye tanultam, dolgoztam, és ahelyett, hogy kevesebbet csinálta volna, egyre többet csinálta volna. És igazából a Forbes-os téma volt nekem ez a nagyon nagy feedback, így pont még 29 évesen, hogy... Igen, akkor jó, valaki ezt így észrevette, és valaki ezt így validálja nekem, hogy megérte. És a kérdésednek a második része meg igen, van egy holland párom, már 7 éve, és ő az ilyen, hát ilyen gravity pool nekem, hogy földhöz tart, sőt, talán még mínuszba is, hogy jó, nyugodjál le, kérlek. És ezt azért is tudom értékelni, mert ő akkor is mellettem volt, mikor mondjuk volt 20 eurom, meg akkor is mellettem volt, mikor mondjuk 200 milliót ér a cég. Akkor te valószínűleg ezen a marshmallow teszten kiskorodban jól teljesítettél volna. Ezt hogyan éled meg ezt a kombinációt? Mert ez egy nagyon érdekes, és ugye mégiscsak leadership podcastról van szó, és inkább most el fogunk menni a vezetés technika és a szervezetfejlesztés irányába. Hogy kíváncsi is vagy, mindent szétszedsz, de akkor, ugyanakkor te egy fegyelmezett kisfiú lehettél, aki tényleg rá tudta magát venni, hogy megcsinálja a házi feladatot, tanuljon, és megpróbáljon új dolgokat, esetleg még többet kihozni az iskolákból is, ahova jártál. Ez így nagyjából fedi a valóságot? Ez így fedi a valóságot, abszolút. Tehát a házit sem azért csináltam, hogy mert meg kellett csinálni, hanem azért, mert úgy gondoltam, hogy akkor ki kell hozni a maximumot abból az adott feladatból. Egyébként nagyon ilyen task, meg mission orientált vagyok, ahogy korábban is beszéltük ma reggel, ami abban is megnyilvánul, hogy például most is eljöttem Magyarországra, és itt vagyok 24 órát Budapesten, és próbálok annyit ebből kihozni, amennyit csak lehet. Tehát még hajnali 2-kor is voltak meetingjeim a hotelben, ma reggel korán már volt egy meetingem, akkor most veled találkozok, és délután még megyek Veszprémre. Tehát ezzel csak azt próbálom mondani, hogy igazából ez a multiutilitarizmus nagyon bejátszik nálam. Tehát imádom, amikor valami algoritmus éppen dolgozik, közben valami letölt, közben én telefonon vagyok, meg még írok egy e-mailt is. Aztán néha ez kicsit be tud zavarni, de szeretek egy kicsit így időt skippelni azzal, hogy több dolgot csinálok egyszerre. Egyébként abból, amit mondasz, azt szűröm le, amit már nagyon sok vendégem megerősített, hogy nincs egy éjszakás siker. Tehát amikor látjuk ezt, hogy hirtelen valaki világhírű lesz, úgymond, ott azért hosszú évek kemény megfeszített munkája van mögötte. Ez így van, sőt, tehát én ezt igazából
nagyon-nagyon fiatal korom óta be tudom. Tehát én 5-6 évesen oda mentem édesanyámhoz, mondtam, hogy én jogász leszek. És így mindenki nevetett, ugye, mert hogy miért akar egy 5-6 éves kisfiú, és nem filmből jött, nem sorozatból, nem tudom miből, hanem csak így kitaláltam. Aztán ez igazából oda fejlődött, hogy ugye nemzetközi üzletember szeretnék lenni, technológiával foglalkozni, stb. Stb. De igen, a céltudatosság nagyon fontos szerintem, és amit mondasz, az aranyút, tehát ez nem úgy van, hogy egyik napról a másikra. Ez úgy van, hogy kitartó, kemény munkával. Aztán a végén úgy is rámondják az emberre, hogy mert szerencsés volt, meg mert mit tudom én mi, de hát ez meg az irigység. Meg mert, hogy jó emberekkel találkozott. És tegnap egy nagyon jó beszélgetés alakult ki a hallgatóinkkal, és itták szavaidat, és ott mondtad, hogy fake it till you make it, ugye te találkoztál itt szaudarábiai sejkekkel, kormányfőkkel tárgyalsz szinte most már heti rendszerességgel mostanában. Azért ez az elején biztos, hogy félelemmel vagy esizgalom keveréke volt, amikor oda mentél. Megint csak vezetéstechnikai aspektusból. Hogyan kezelted ezt a fajta drukkot vagy félelmet, és hogyan próbáltad ezt átforgatni üzleti sikerbe? Hát először is nagyon nagy egy ilyen felkészülési fázis előzte meg az összeset. Átolvastam a kultúrát, a vallást, a szokásokat, még az adott családnak a családfáját is, mert ugye ezek olyan híres családok, hogy Wikipédia honlapjuk van. Ezt követően sose voltam úgy, hogy na most én átmegyek Dubajba vagy Dohába, és akkor szeretnék találkozni valamelyik családdal, hanem mindig valamilyen klaszterben vagy küldöttségben mentem, és akkor próbáltam ahhoz idomulni, és néztem, figyeltem ezeket a nonverbális jeleket, hogy mire, hogyan reagál az adott kolléga. Láttam, hogy nem nagyon szeretik ezt a nyomulós, ha most közel-keletről beszélünk, ez a nyomulós európai, főleg brit és belga stílust, jobban szeretik mondjuk a német, lecsendült, precíz, inkább a munkád mutassa azt, hogy ki vagy és mit érsz el, nem, ne a szavaid, meg ne a nagy beszéd. És amit tegnap is elmondtam, hogy eleinte nagyon sok volt ez a freebie, hogy igazából ingyen dolgoztam, viszont nagyon oda tettem magam, és ezt előbb-utóbb, inkább előbb nagyon is észreveszik, és elkezdenek utána visszajönni hozzád. Akkor te tulajdonképpen egy közösségi kaméleon lennél, tehát hogy vezetési szempontból akkor ez azt jelenti, hogy te azért nagyon sokféle vagy, és tudsz idomulni a környezetedhez, és azonnal Abszolút. Adaptálódni tudsz a helyi kulturális viszonyokhoz, a beszélgető partnerhez. Ezek ugye mind-mind olyan skillek, amiket nem tanítanak sehol. Te ezt autodidakta módon szedted össze, saját hibáidból tanultál, vagy ez hogy történik? Igen, igen, abszolút saját hibákból, tehát én egyébként introvertált személy típus vagyok, akármennyire is hihetetlen, főleg úgy, hogy ugye majdnem minden nap előadok, vagy beszélek, vagy akármit csinálok, de ez inkább ilyen funkcionális introvert személyiség, és pontosan ezt, hogy ezt leküzdjem, arra kényszerítettem magamat, például jogi évek alatt is ugye ezekre a mock trial-ökre mentem, meg a moot court-okra, meg arbitration, meg mit tudom én mi, hogy konfrontálódjak ezzel a részével a személyiségemnek, és hát ez ugye oda alakult ki, ahogy te is mondtad, hogy ilyen kaméleonná váltam. Megvan a Dávid a legmélyén, tehát nem az van, hogy egy teljesen más karakter, de mégiscsak karakter lesz belőle. Tök más, hogy viselkedek mondjuk egy bizottsági ülésen Brüsszelben, vagy mondjuk itt veled beszélgetve. Ez nagyon jó, és megint csak az üzenet belőle, hogy én úgy gondolom, hogy egy vezetőnek manapság ebben a kiszámíthatatlan és bizonytalan környezetben mindenféleképpen egy eszközkészlettel kell rendelkezni, és ebből az eszközkészletből kell tudnia válogatni, mert hogyha csak kétfajta eszköz van ebben a készletben, akkor a versenyképed is jelentősen csökkenni fog. Az is érdekelne engem, hogy azért ezek az emberek, most kormányfőkről, tényleg sejkekről, stb. Beszélünk, ők rengeteg svindlerrel találkoznak, tehát hogy több tucattal. És hogyan tudtad fölépíteni azt a fajta kompetenciát, amivel hitelessé váltál a szemükben? Nyilván azon túl, hogy te megismerted őket, kitaláltad, hogy mire van szükségük, és tudod nekik szállítani ezt. Hogyan tálaltad, mi volt az a value statement, amivel megfogtad ténylegesen őket? Hát szerintem az egyik nagyon fontos ilyen stratégia az volt, hogy nem csak az én feladatomra koncentráltam. Tehát amikor megkértek engem, hogy csináljak egy feasibility study-t egy új fenntartható kórházról, akkor én nem csak arra koncentráltam, hogy meglegyen a
feasibility study, hanem kimentem mindenféle más irányba, és a végén igazából öt másik ember helyett nem igazán az, hogy elvégeztem a munkát, de hozzátettem ahhoz a másik öt taskhez is, és hát így figyelnek fel az emberre, mert akkor inkább egy embert fizetnek, meg egyet vesznek fel, aki megbízható, aki mindenre gondol, aki egy kicsit out of the box mentalitivel rendelkezik, és nem csak az, hogy ez volt a munka, öt óra van, viszontlátásra. Jó, és tehát azt mondom, hogy nem így, nem ilyen embereket keresnek. A másik, ami meg nagyon fontos, hogy nem csak az európaiak vagy amerikai üzletemberek tudnak svindlerek lenni, hanem maguk a sejkek is. Tehát ez volt még egy nagyon szelekciós procedúra nálam, hogy mint azt említettem tegnap is, több ezer sejk van, meg royal family member, viszont pár tíznek van valóban vagyona és hatalma, és itt volt egy kicsit a luck factor, hogy pont olyannal sikerült, legalábbis az első kezdetekben olyannal sikerült, aki valós, aki egyébként ötödik vagy hatodik a katari trónon, és onnantól kezdve tudtam már szétválasztani a kamut az igazitól, illetve én is tudtam azt, hogy mi az, amire az igazi kíváncsi, és mi az, amire a kamu kíváncsi, és ezért így egy kicsit lavírozni tudtam ebben a világban. Hogyan mond valaki nemet az elején? Tehát, hogy amikor még építed a céget, és nincs egy bizonyos anyagi háttér, és úgy érzed az intuíció, kőkemény elemzés eredménye, egyáltalán történt-e ilyen veled, hogy elsétáltál egy remeknek tűnő üzleti lehetőségtől? Most is egyébként quiet recently elsétáltam egy ilyen remek üzlettől, valaki pont 250 milliós értékelésen meg akarta venni a SmartCast felét, ami mondjuk így 30 évesen jó kis financial exit lett volna, vagy lehetne, mert még érdekeltek egyébként, mert nem fogadják el a nemet, viszont ez azt jelenti, hogy feladnám az egész IP-nek, a kontrollnak, a know-how-nak, mindennek a felét, illetve amit tegnap is említettem, ugye lelassítana minden folyamatot, mert board meetingek lennének, meg ez az amaz. De hogy igazából a kérdésedet megválaszoljam, én full fanatikus vagyok. Tehát, hogyha én eldöntöm, hogy ez lesz, akkor ez, mint azt említettem tegnap is, ha én Big Mac-et akarok a Mac-iből, nem egészséges, de akkor én azt meg fogom szerezni. De hogyha mellette a SmartCast több milliárd eurós cégé akarom növeszteni, akkor azt is meg fogom csinálni. Akkor beszéljünk egy kicsit a cégről, mert én úgy gondolom, hogy az is vezetőként nagyon-nagyon érdekes, hogy ugye én katona vagyok, és a küldetés alapú vezetésről nagyon sokat szoktam beszélni. 1806-ban Napóleon győzedelmeskedik a poroszok fölött, és akkor elkezdenek a poroszok így gondolkozni, hogy mi is lehetne egy jó megoldás. És nagyjából ide datálódik vissza, legalábbis a katonai legendáriumban a küldetésorientált vezetésnek a gondolata, ami a vezetői szándék kommunikálásából és a decentralizált végrehajtásból áll. Ezt a legtöbb ember már a világháborúban, a Wehrmacht idején ismeri, de annak is az volt a titka, hogy már nagyon fiatalon arra készítették fel a fiatal tiszteket, hogy váratlan, kiszámíthatatlan helyzetekben önállóan, autonóm módon hozzanak döntéseket. Tudnál egy picit arról beszélni, hogy a cég mekkora geográfiailag hol helyezkedtek el, csak hogy egy kicsit a hallgatókat így képbe hozzuk? Természetesen, tehát hogy nagyjából 70-en vagyunk, ebből 30-35%-a Amsterdamban van, ez egyébként a repülőtéren van konkrétan, tehát aki leszáll, nem is kell kimenni a repülőtérről, hanem shuttle-el át lehet menni. Ez by design, tehát hogy ez direkt csinálta? Ez by design, igen, ez a presztízs miatt, ez a megközelíthetőség miatt, illetve mivel főleg pepekkel dolgozunk, tehát ezekkel a kormányfőkkel, stb. Ez a Európa egyik legnagyobb és legbiztonságosabb ilyen business parkja. Innentől kezdve nem kell semmiféle konvoj nekik, vagy semmiféle extra biztonság, el tudnak jönni. Tehát ez volt Hollandia, mellette még van ugye Anglia, London, illetve Németországban Kelheim, ez Regensburgtól 28 kilométerre van, aki így ismeri, illetve Brazíliában vagyunk, São Paulo mellett egy 71 hektáros masszív földön, és még tervben van egy megaprojekt Közel-Keleten, de hát, amint említettem, az ilyen 2-3 éves tervezés lesz. Beszélgessünk akár egy kicsit ennek a vezetés technikai megszervezési aspektusairól, hiszen itt azért óriási időkülönbségek vannak.
és valamilyen módon szinkronizálni kell ezt a csapatot, hogy egy irányba menjenek. Te hogyan kommunikálod a vezetői szándékot? Ennek nem csak a technológiai, hanem tényleg a vezetés technikai aspektusaira is kíváncsi lennék. Hát elsősorban én azt mindig kristálytisztán kommunikálom, hogy engem nem az érdekel, hogy 40 órát dolgoztál, vagy 50-et, vagy 60-at, vagy 70-et, engem az érdekel, hogy a feladat az megvan-e, az a task, elértük-e. És ebből vannak néha veszekedések, meg beszélgetések természetesen, mert az egyik az teljesen komolyan veszi, hogy elérte a teszket, és akkor onnantól holiday van. A másik az meg azt mondja, hogy de hát én most 10 hónapon keresztül 50 órákat húztam le minden héten, hogy hát én csináltam a munkámat, de közben meg nincsen semmilyen achievement igazából mögötte. Tehát ez nekem egy ilyen balancing act, amit igazából napi szinten stresszel engem, és napi szinten kell ezt feloldani. Főleg azért, mert nagyon sok senior emberrel dolgozok, akiknek mondjuk 30-40-50 éves tapasztalata van, és abszolút legendák az ő saját nis szektorukban. És hogy egy 29-30 éves gyerek megmondja nekik, hogy nem ezt nem így kell csinálni, ezt meg úgy kell csinálni. De megmondom őszintén, az idősebb, tanultabb, tapasztaltabb generáció abszolút tisztel és hallgat, és főleg a fiatalokkal, a legfiatalabbakkal van bajom, ez a 22-28 közötti, ez az újabb generáció, és főleg a nyugat-európaival. Tehát kelet-európai, latin-amerikai, illetve indiai munkavállalók abszolút, nagyon jó a munkamorál, semmi probléma, hanem egy kicsit az az elkényeztetettebb welfare state-ből származó, akik ahhoz vannak hozzászokva, hogy hát igen, már úgy is tudják. Így van, aztán mégsem. És ezért van úgy, hogy mondjuk felveszünk minden hónapban egy új ember, de mondjuk kettőt meg ki is rugunk. Szerintem egy nagyon gyilkos szektorba vagy benne. Tehát én a biotech és az zöld technológiák, talán még az elektronikai iparon belül is az autóipar lehet ennyire gyors és dinamikus itt. Én úgy gondolom, hogy a szervezeti tanulás az egy kulcsfontosságú dolog lehet a stratégiádba. Ezt hogyan oldod meg, és most ássunk már egy picit mélyebbre, tehát hogy honnan jönnek az ötletek, és utána ezeket az ötleteket becsomagolva, hogyan próbáltok ennek piacot keresni, hogyan próbáljátok meg ezt mindenki számára közkincsé tenni, aki a cégen belül van? Hát egyrészt magukat a projekteket igazából cellákra bontjuk, és itt most nem a climate cellekre gondolok, technológiai cellákra, hanem business unitokra, business cellákra. Ez azt jelenti, hogy minden egyes projektnek saját SPV-je van, special purpose vehicle-je, és akkor annak saját menedzsmentje, ez egy igazából majdnem, hogy kínai wall van körülötte. Ez azt is jelenti, hogy a balance sheet például az nem jön fel a topkorra, tehát a SmartCas holdingra, hanem saját adóssága van, saját szerződése, stb. Ez direkt én így kreáltam, mivel ezzel el lehet azt érni, hogy project financing-gal, meg structured debt-tel igazából unorthodox módon lehet pénzeket összeszedni, mert innentől kezdve ők akkor nem arra figyelnek, hogy ez egy új technológia, mondjuk unproven, untested technology, hanem ez egy infrastructure investment. Van egy warehouse, abba építünk egy pár machinery-t, ennyi pénzt tudunk ráadni, 60%-át finanszírozzuk, a többit az állam adja, a többit ez adja, az adja, és akkor nem az van, hogy VC meg equity investing, és akkor 6-10 hónapon keresztül due diligence ugyanazzal a VC-vel, aláírsz egy grace periodot, és akkor igazából megölöd magadat. Sőt, ha meg sikeres vagy, akkor is vesztesz, tehát igazából lose-lose szenárió, mert ha meg sikeres vagy, akkor megfeladod a cégednek ugye a részesedését. Mivel motiválod ezeket az embereket? Tehát, hogy az én elképzeléseim szerint neked ide tényleg a top agyakat kell bevonzani ebbe a cégbe, és meg is kell tudni őket tartani, és ezekből azért olyan nagyon sok nincs a világon. Mivel tudod megfogni őket, és mivel tudod őket bent tartani, illetve motiválni? Hát igazából csak így előjárva három kollégát így megemlíteni, nem név szerint, meg nem konkrétan, csak hogy így relevancia szempontjából. Az egyik, ő az amerikai kollégánk, ő konkrétan a Fehérházba dolgozik, és ő ilyen presidential appointee, tehát ilyen technology commerce, meg fenntartható commerce-el foglalkozik. Őneki van egy ilyen mandátja a Hilton Group-tól, Goldman Sachs-től, stb. Aztán egy másik kolléga, ő 19 év után az ING Banktól jött el, ő volt az egyik részlegnek a menedzsere, azért, hogy nekünk legyen financial advisor, meg CFO. A harmadik kolléga, akit tegnap sem említettem, ő meg 37 éves ilyen kereskedelmi tapasztalattal bír, amiből 20 évig a Kauflandnak volt egyik menedzsere. Tehát nagyon jó fele tapogatózol, ezeket a kollégákat valamivel le kell fogni, tehát
egy nagyon szép fizetéssel az már így nem megy. Mindegyiknek azt próbálom beígérni, azt az utat, azt a trajektet próbálom elkészíteni, hogy innen vonuljon vissza. Ez vagy financial exitet jelent az ő szemszögéből, vagy ténylegesen, mert 50-60-70 éves valamelyik, innen vonuljon vissza. És ezt úgy próbálom bebiztosítani, hogy ahol ő földrajzilag van, például az egyik, amit említettem, Amerika, a másik Hollandia, a harmadik pedig Németország, akkor annak ott a projektnek, vagy annak a régiónak a projektjéből kap ő egy fix passzív participációt, és akkor innentől kezdve ő duplán van. Azért a saját bizniszét is építi a térdelen. Így van. Itt azért megfogott az, amit mondtál, ez egy hihetetlenül motiváló ügy, amit ti szolgáltok, és szerintem kódolva van benne a kiégés, hiszen hogyha valaki így belemegy, akkor egy ilyen ügy érdekében lehet, hogy nem csak 50-60 órákat fog dolgozni, hanem még többet is. Ezt a saját esetedben hogyan próbálod meggátolni? Én biztos vagyok benne, hogyan kezeled egyáltalán ezt a rengeteg jetleget az utazásokkal, illetve, hogy felkelsz valahol, és gondolom az első percben csak azon gondolkozol, hogy melyik földrészen vagy. Tehát, hogy menjünk egy picit most tényleg le a makroszintre, és saját magadnál hogyan próbálod keretezni magadat, ami a pandémia idején szerintem nagyon-nagyon szükséges, és egyáltalán milyen olyan szokásaid vannak, amivel próbálod a kiégést megelőzni. Na most én ezen nagyon rossz vagyok, saját magammal szemben. Pont a hallgatóknak mondtam tegnap is, hogy ugye ne ostorozzátok magatokat folyamatosan, tehát néha a pihenés meg az egészségre oda kell figyelni. Mozgás nagyon fontos, tehát testi mozgás, edzés, amit én is csinálok, de csak hogy egy nagyon gyors példát mondjak, ugye szerdán érkeztem, Amsterdamból vezettem le, tehát ez egy 14 óra vezetés, 14 óra telefonhívás igazából. Megérkeztem, aludtam 4 órát, másnap reggel jöttem Szombathelyről Budapestre, akkor meetingek, előadások, stb. Egész nap, üzleti vacsora hajnali 2-ig, és akkor ma reggel felkeltem, most veled találkozok, utána pedig megyek Veszprémbe. Tehát csak hogyha ezt így összeadod, ebbe volt mondjuk 2-3 óra alvás, meg nem tudom hány ezer kilométer vezetés, meg mit tudom én mi, nem egészséges. És azért veszem észre magamon, hogy néha így ülök az autóba a piros lámpánál, és így kicsit dizzy a fejem, és akkor így, hát igen, egy kicsit oda kéne figyelni. Nagyon fontos ugye a hidratáció, az edzés, az, hogy a stress release az meglegyen. Én birkóztam kiskorom óta, elég komolyan, 12 évig. Ez ugye már nem nagyon fér bele a sajnos a státuszomba, hogy más emberekkel izzadtan heveregjek a földön. Ezért próbálom ezt helyettesíteni boxolással, egy kicsit no-kontaktos edzésekkel. Eljárok konditerembe, amennyiszer csak lehet. És egyébként ugye mindig azt mondják, hogy amikor ez idő engedi, hát az embernek arra van ideje, amire csinál. Nálam inkább ez úgy van, amire az energiám engedi. És ezért egy kicsit csalni szoktam, hogy reggel megyek akkor edzeni, amikor még friss, meg stb. És utána meg csak az irodába ülni, ahhoz meg már nem kell ugye a fizikai energia, de a testem azért meghálálja. Ha már szokásokról beszélünk, azt is említetted korábban a hallgatóknak, hogy úgy indítod a napodat, hogy minimum egy dolgot, vagy akár kettőt így megcsinálj, és akkor sokkal motiváltabban tudsz belemenni a napba. Erről egy picit tudnál bővebben beszélni? Mindenféleképpen. Tehát először is nagyon korán szoktam, hát nagyon korán, 5 óra körül szoktam kelni, ami egy-két ember, az átlag embernek kora. Ezt én nem azért csinálom, mert szeretek fönnlenni olyan korán, meg nem szeretek aludni. Na, akkor tudsz saját magaddal foglalkozni. Akkor tudok magammal foglalkozni, akkor egy kis gyors edzés, csendben egy kávé mellett a saját e-mailjeimet elintézni, mielőtt a cég felkel. Na most ez meg hazugság, mert különben mindig fenn van a cég, mert igen, Brazíliától Indiáig ott vagyunk, de úgy nagyjából az én fő operatív tevékenységem az Amsterdamra, meg Németországra korlátozódik. Innentől kezdve pedig, hát igazából, amit mondtam a hallgatóknak is, hogy mindig kitűzök így egy vagy kettő célt, egy ilyen napi kis microdosed célt magamnak, amit reálisan el lehet érni. Nagy hibám volt, mikor végeztem egyetemekkel, hogy ilyen több száz to-do listet készítettem, és akkor ilyen irreális, tehát így nem lehet őket egy hónap alatt se elvégezni, semmi értelme nincsen, meg magával a to-do listnek a készítésével is egy egész napot el lehet vesztegetni, szóval helyette inkább 2-3-at leírok, és akkor egyet bekarikázok, hogy jó, ma ez itt a fő cél. Ugye megint csak egy volt különleges műveti tábornok egyszer tartott egy
egy beszédet hallgatóknak, egyetemista hallgatóknak, és ő ezt mondta, hogy az első dolog, hogy vesd be az ágyad reggel, és akkor már csináltál valamit, amit te akartál, és beindulhat egy ilyen láncreakció a nap folyamán, amikor egyre több olyan dolgot, ami egyébként rajta van ezen a véget nem érő to-do listán, de megcsinálta, és sokkal jobb szájízzel mész bele a napba. És ez energetizálhat és motiválhat, beszéltünk már a mozgásról, a hidratálásról, de ugye egy ügyszolgálata az, ami igazán tartós motivációt tud biztosítani. Úgyhogy ez most egy összetettebb kérdés lesz, mert két dolog. Az egyik, hogy mitől gurulsz ki reggel 5-kor az ágyból minden egyes nap? Tehát, hogy mi az, ami a fejedben van, hogyha egy nagyon-nagyon egyszerű módon kellene megválaszolni. Mi ez az ügy? Hát én amúgy fanatikus vagyok olyan szempontból, hogy tényleg szeretném azt, amit sokszor mondok is, hogy a vízhez és az ételhez való hozzáférés az emberi alapjog legyen, praktikus szempontból. Tudom, idealistának hangzik, de meg utópikus felfogás, de én tényleg azt el tudom képzelni, hogy ez megvalósítható, a technológia már készen áll rá, és igazából minden egyes órát, amit haszontalan YouTube videók lesésével töltenék, úgy gondolom, hogy azt mondjuk a világ megváltoztatásával is lehet tölteni. És nekem ez elegendő motiváció ahhoz. Tehát abszolút nem monetáris a motiváció, mert vagyok már egy olyan pozícióban, hogy ez ne legyen a motiváció. És egyébként egy ember nagyon korán elér ehhez, tehát ezt nemzetközi szinten biztos te is tudod, hogy egy ilyen évi 60-70 ezres kereset után már igazából így leesik a változás. Nincs nagyon különbség 100 000 meg 1 000 000 között. Viszont ez a fanatikus passzió azért, igen, ez megvan. És a másik része a kérdésemnek, ugye a SmartCast elég kevés emberrel tényleg a világon bárhol fenntartható, majdnem, hogy teljesen automatizált üzemekkel dolgozik. Ez azért egy hacking mentalitást követel meg. Tehát, hogy ezt hogyan tudod fenntartani magadban is a cégben, hogy mindig, szinte minden nap megújuljatok, hiszen mondom, én biztos vagyok benne, hogy borzasztó verseny van. Esetleg, hogyha egy-két versenytársat meg akarsz említeni, akkor szemléltessük már a hallgatóknak, hogy egyáltalán ezen a piacon hogyan lehet tartósan az élvonalban maradni, és ezt a fajta kreativitást hogyan tudod behozni egy ilyen globális világméretű szervezet egészébe? Ez egy nagyon jó kérdés. Tehát alapból a versenytársak tekintetében, hogy tegnap is elmondtam, hogy két irányba tudunk elmenni. Mi nem technology vendorok vagyunk, de vannak olyan versenytársak, akik ugye hasonló technológiákkal foglalkoznak, de ők maguk alvállalkozók, vagy hát eladják, technology supplierök, eladják ezt a technológiát egy másik operátornak, illetve vannak az operátorok, akik ezektől veszik a technológiát, és akkor ők a gyümölcs-zöldség eladásából próbálnak élni. Most mindkettőt ektechnek, meg foodtechnek hívják a maga módján. Mi igazából mind a kettővel versenyzünk, illetve egyikkel se. Mivel hogy nekünk van ez a design, build, own, operate mentalitásunk, egy-két versenytársat említve, csak hogy így a híresebbeket, például van az Aerofarms, ami 17 éve működik már, még a mai napig nem sikerült profitot termelni. Most bejelentettek évelején egy SPAC dealt, ami egy ilyen IPO-szerű megoldás, de mégse. Aztán ez teljesen szétesett. Van az App Harvest, van esetleg a Plenty, amit talán emberek ismerhetnek, a Jeff Bezos ebbe fektetett bele. Na most itt például olyan érdekesség van, hogy ők 540 millió dollárt szedtek össze, ebből 500 a Bezos úr, és 5,5 millió dollár az éves árbevétel, ami egy ilyen 100 éves megtérülés lehetne. Tehát nem nagyon nehéz ezzel úgy versenyezni, hogy mondjuk mi egy 2,5-3 éven belül tudjuk garantálni ugyanazokat az eredményeket. Ugye, ha már számok hangzottak el, akkor a SmartCast értékelég egy év alatt elérte a kb. 14-18 milliárd forintot. Azért ez egy hihetetlen teljesítmény, hogyha anyagilag nézünk rá, de mi a jövő? Tehát, hogy te hol látod magad 3 év múlva, mik a célkitűzéseid? Pénzügyi szempontból? Nem feltétlenül, hanem a céget hol látod, uh-huh. vagy hova pozícionálod? Nem biztos, hogy 3-5 év múlva, de szeretném, ha minden egyes országban jelen lennénk. Ezt ugye tegnap is elmondtam, hogy akár egy 9 négyzetméteres farmon, tehát itt ebben a stúdióban is, nagyobb, mint 9 négyzetméter a hallgatóknak mondom, tehát itt ebben a stúdióban is tudnánk felépíteni egy pici farmot, egy SmartCast, ami mondjuk bármilyen salátákat, vagy paradicsomokat, vagy akármit tudna itt a helyi büfébe például termelni. Ezzel foglalkozik az egy másik versenytárs, például az Infarm, tehát ők kifejezetten ilyen minikre mennek rá, de beszélhetünk ugye mondjuk indiai, vagy kínai, vagy orosz több száz hektáros üvegház projektekről is. Tehát konkrétan az egyik ilyen fő célkitűzés, hogy minden egyes országban jelen legyünk. Ennek a második fő
célkitűzése, hogy legyünk olyan erősek, hogy el tudjuk kezdeni a community greenhouse projekteket. Erről nem tudom, hogy szeretnél-e, hogy... Mindenféleképpen szeretnék egy kicsit bővebben. Jó, akkor gyors kitérek. Tehát ennek az egésznek az a lényege, hogy mi megterveznénk a projektet, megveszük a földet, összeszedjük a fundingot, megépítjük ezt a low, mid vagy high-tech projektet, és akkor helyi smallholder farmerekkel, tehát kisgazdákkal összetársulva igazából mi nem adunk el, hanem őket így egy joint venture keretében meghívjuk, hogy akkor ők farmoljanak ott, és akkor amit magának ő leszed, paradicsomot, paprikát, akármi, az vagy megeszi a családjával, vagy eladja, vagy azt csinál vele, amit akar. Tehát innentől kezdve ugyanúgy a SmartCast lesz a tulajdonos, de mondjuk az első 2-3 évben mi a befektetőket ki tudjuk elégíteni, például egy 3 éves kötvénnyel, vagy akármivel, mindenki happy, és akkor onnantól kezdve ez egy ilyen net zero és net profitábilis megoldás. Ezt főleg ugye ilyen third world országokba tervezzük, ahol szükség van rá, de lehetne ilyet Magyarországon, és lehetne ilyet akárhol is. A harmadik célkitűzés, tehát volt az első, mindenhol jelen leszünk, utána community greenhouse-ok, és a harmadik célkitűzés az pedig ez a Google for Plants megoldás, mivel hogy az összes farm a miénk, ezért a data is a miénk az egészből, és innentől kezdve a yield prediction olyan pontossá tud válni, és a mesterséges intelligencia akkora adattárból tud táplálkozni, hogy ez egy ilyen megállíthatatlan hógolyóvá tud válni. Illetve a negyedik, az szeretném, hogy a cég olyan erős legyen, hogy tényleg valóságos elérhető célá váljon ugye ez az ételhez és vízhez való ingyen hozzáférés alapjogként. Hát azt hiszem, hogy zárszóként én csak sok sikert tudok ehhez kívánni neked. Én nagyon-nagyon büszke vagyok arra, hogy tényleg Magyarországról indulva sikert, ilyen világsikereket tudtatok már most elérni, és én izgatottan fogom figyelni, hogy hogyan fejlődik a cég a jövőben. Köszönöm. Mészáros Dávidot hallották a Leadership Podcaston. Köszönöm szépen a meghívást.